A műsor támogatója a Lumár autóüvegfóliák és a Grafifrap autóbevonó fóliák forgalmazója. A műsor támogatója az Isuzu D-Max forgalmazója. Isuzu. Japán. Munka. Erő. Partnerünk a Fortuna BT, a motorfelújítás szakértője. A Sportverda támogatója a BL Uraszalon országos bolthálózat. A Sportverda támogatója dr. Balsai Tamás és csapata a Perfect Smile, mert minden egy szép mosolyjal kezdődik. Hölgyeim és uraim, ha minket vártak, hát itt vagyunk. Hamarosan kezdődik a nagyon rendhagyó autós műsor. A stúdióban már ott van a műsorvezető, Tordai István. Üdvözletünk a tévé előtt ülőknek, a Sportverde stúdióban Bíró Ica, Miló Viki. Ez Magyarország első és egyetlen 60 perces M3 részből álló felettébb rendhagyó hangvételű autós műsora, annak is a 2015. évi novemberi adása. Mi újság van, lányok? Minden szuper. Nagyon jó minden. Üdv a nézőknek. De akkor miért nekem mondod? Hát itt vannak a nézők. Üdv a nézőknek. Úgy jó. A gumifüsttől teljesen megbódulva, a forgatás végeztével ültünk egy versenyautóban a versenyzővel, majd a versenyző megszólalt. Nagyon régen vártam már, hogy egyszer én is belekerülhessek a tévébe, és nagyon szerettem volna azt, hogy a mama lásson engem, de a mama már elment. Úgyhogy, hát Tamás, te jössz, és szerintem a mama onnan a csillagok közül most látni fog téged. Na, ez hiányzott az életemből. Magyar Tamás és egy, mit egy? A dízel driftautó. Na, lökjed! Úgy ülünk itt ketten, mint Kóbor János az Omega 70. búcsú koncertjén a füstben. De csípi a szemem. Nekem is néha. De szeretem. Mindegy neki. Ha jól tudom, ez az egyetlen dízel drift autó Magyarországon. Miért nem akarnak a többiek dízellel menni? Jó, tudod, ez az egyetlen. Köszönöm. Igazából? Sokan azt hiszik, hogy ezt nem lehet tuningolni, pedig tévednek. És te miért a dízel mellett döntöttél? Kevesebbet fogyaszt? Nem volt benzinesben megfelelő motor számomra. A dízel zöldséges Merciről jut eszembe, próbáld meg egyszer ugyanezt utánfutóval, szerintem látványos lesz. Csináltam már. Csináltad már? Persze, trailerrel. Állítólag te vagy a legőrültebb a mezőnyben. Lehet. Lehet vagy igaz? Mondjuk, hogy az vagyok. Melyik környezetvédelmi osztályba sorolnád személygépjárművedet? Hát nem az Euro 5-ösbe, az biztos. Hát melyikbe? Mondjuk úgy, hogy nem környezetbarát. Ez a kocsi annak idején a taxisok álma volt. Most milyen? Hát most változtattunk rajta egy kicsit. Például? Raktunk bele egy 3000-es sorhatos turbodízel motort, kereklámpásnak a motorja, megcsináltuk a futóművet, egy BMW váltó van alatta. Teljesítményadatok? 300 és 350 lóerő között. Fogyasztása szűk 5 liter százon? Nem, de a finoman járnék vele 7 literrel is elmény. Fűtőolaj? Osztrák? Piros? Honnan tudod? A régi szép idők. Van benne néha az is. Igen. Pályára lehet használni. Oké. Honnan jött ez az egész? Mióta jogsim van, azóta minden autót így használok.
Tehát... Ezt most nem hallotta a hatóság, vagy ha igen, akkor összenőtt a szemöldöke. A Markom Racing Team csapat pilótája vagy, mit tettél le eddig az asztalra? Hát én tavaly kezdtem a driftet, egyből úgy nyitottam, hogy harmadik lettem a lóerők éjszakáján, első versenyemen. Első versenyen? Így van. Hát akkor mondhatjuk, hogy ügyes vagy. Mondjuk. Én mondtam, és akkor nem tudik nagyképűnek. Na, hajrá! Az előtt nagyon ideges volt az olajkályha, többfékelt. Szokott.